Nyíregyházán is sok volt az érdeklődő a nyugdíja szövetkezeti szakmai napon. Az országjáró fórumnak 20 állomása van. A rendezvény célja, hogy tájékoztassák a nyugdíjasokat, hogy milyen előnyökhöz juthatnak, ha belépnek a közérdekű szövetkezetekbe. Nagyon sok nyugdíjasnak jó fog jönni a kiegészítés a nyugdíjához. Azon kívül ismét aktívakká tudnak válni, tehát nem otthon ülnek és unatkoznak, idézőjelben nem mindenki unatkozik természetesen, hanem visszakerülnek a munkavilágába. Ez egy nagyon hasznos dolog, nagyon jó kezdeményezés volt a kormányzat részéről, ezért támogattuk mi is a VOSZ mellé. Nem beszélve, hogy nagyon munkaerőhirány, tehát a vállalkozásnak is szüksége van a tapasztalt, jó képzett nyugdíjasokra, akik ismét visszakerülnek az ő szakterületükön valamilyen munkahelyre. Ez azért is lehet kedvező a vállalatok számára, mert a tapasztalt idősebb munkavállalók saját tapasztalataikkal segíthetik a szakmai generációváltást. A pályakezdő fiatalok így munkaközben is tanulhatnak. A nyugdíjasok dolgozhatnak teljes 8 órás vagy részmunkaidőben. Ez mindenkinek saját kapacitásától és szabadidejétől függ. Attól függ, hogy a nyugdíjas milyen végzettséggel, milyen tapasztalattal rendelkezik, van, aki a fizikai munkát értelemszerűen azt részesíti előnyben, és hát egyre többen is jelentős számban jelentkeznek azok, akik szeretnének diplomával, vagy éppenséggel érettségével, de jelentős adminisztratív tapasztalattal elhelyezkedni. Úgyhogy én azt gondolom, minden fajta munkára van érdeklődünk. Közérdekű nyugdíjas szervezeteket 2017. július 1-től lehet bejegyeztetni. Eddig 114 szervezet alakult országos szinten. Ez is jelzi a nagymértékű érdeklődést. Az eddigi tapasztalatok alapján a nyugdíjasok legszívesebben napi 4-6 órában vállalnak munkát, heti 3-5 napon. A bérezés legtöbb esetben a minimálbér fölött van a nyugdíjas munkavállalók esetében. A tagi jövedelem is valóban széles skálán mozog, annak egy mértéke van. A személyes közreműködés, amit maga a tag, tehát adott esetben a nyugdíjas vállal, mindig arányos, amit megkaphat a személyes közreműködésével, és egyébként a szövetkezet összbevételéből a 85%-ot törvényi garancia mellett ki kell adni a nyugdíjas tagok számára. Ez egy biztosíték a nyugdíjasok számára. Arányosan a személyes közreműködésükkel kapják meg a jövedelmet, és általában a szövetkezetre vonatkoztatva 85%-ot biztos, hogy megkapják. A nyíregyházi térségben a foglalkoztatás szempontjából a feldolgozóipar és a gyáripar az a két terület, ahol jelentős a munkaerőhiány, és nagy hasznát veszik majd a nyugdíjas munkavállalóknak. Köszönöm.